Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Ha döntés előtt, akkor a Gyöngyösi Képviselőtestület ülésezni fog, mégpedig jövő héten, kedden. De mivel addig ez az utolsó műsorunk, ezért most fogjuk megtárgyalni a napi rendi pontokat vendégeinkkel. Dr. Vég Attila az MSZP DK részéről. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kévés Tamás alpolgármester úr a Jobbik részéről. Jó estét kívánok! És Kis Tivadar frakcióvezető a Fidesz részéről. Jó estét kívánok a kedves nézők! Januári ülés hónap végén, és hát ilyenkor szokás a költségvetést első fordulós tárgyalásban megvitatni, és hát ez így lesz idén is. A 2019-es költségvetés rendelettervezetnek most lesz jövő héten az első fordulós vitája. Mit tudhatunk eddig? Már voltak bizottsági ülések. Dr. Vég Attila. Igen, egy kicsit technikai magyarázatot is fűznék a költségvetéshez, mert hogyha a városlakó meg akarja ismerni a tervezetet, akkor még nem látja fönn a rendszerben. Ez nem véletlen. A költségvetési koncepció tárgyalásakor én magam mondtam azt, hogy nem szeretnék még egyszer olyan költségvetést látni fönt, amit a városlakó a képviselővel egyszerre ismer meg, mert tavaly erre volt példa, és az első fordulós költségvetés, meg a képviselőtestület által elfogadott végleges költségvetés köszönő viszonyban se volt egymással, hiszen még mindenféle belső egyeztetést nélkülözött. Na most pont ennek az okán az a megoldás született, hogy a képviselők, illetve a bizottsági tagok e-mailbe kapták meg a úgynevezett, nevezzük nulladik fordulós költségvetés tervezetet, amit a hivatal készített elő, és holnap után lesz 16 órai kezdettel egy informális testületi ülésnek hívjuk, tehát abszolút nem sajtó nyilvános, hanem a 15 képviselő, a hivatal dolgozói, azok összeülnek, és megpróbálunk soronként végigmenni a költségvetésen, és ennek az eredménye lesz az az első fordulós költségvetés, amit majd a képviselőtestület jövő kedden meg fog tárgyalni, és ami feltehetően kisebb módosításokkal majd közszemlére lesz téve, utána a folyamat már a régen megszokott közmeghallgatás is úgy kerül sor, remélhetőleg a költségvetés elfogadására. Korán sincsen egyszerű helyzetünk, minden év elején eljön az igazság pillanata, amikor szembesül a képviselőtestület azzal, hogy egyre rosszabbak azok a feltételek, ami mellett egy biztonságos költségvetést meg lehet tervezni, és ennek számos oka van. A nulladik típus, tehát ez a nulladik változat, ez mínusz 293 milliós hiánnyal számol. Ez nem működési hiány, mert működési hiány nincsen, inkább felhalmozási hiány, de következetes volt a képviselőtestület eddig abban, hogy megpróbált nullás költségvetést elfogadni. Viszont nem elég, hogy elvileg le kéne 293 milliót faragni ebből a költségvetésből. A jelenlegi tervezet nem tartalmaz egy fillér olyan keretet, amit már megint megszokott ez a képviselőtestület, egy olyan fejlesztési keretet, amit a frakciók, ez volt 200 plusz 50 millió forint, tehát 200 millió forint plusz 50 millió járdakeret, például tavaly évvel, most ez egy az egybe hiányzik. Feltételezem azt, hogy azt egyik képviselő sem fogja elfogadni, hogy ne legyen ilyen keret, viszont abban is bízom, hogy kellő mértéktartással sikerül majd belőni egy olyan
összeget, ami minimálisan elegendő körzetfejlesztésre, illetőleg hát nem borítja a költségvetést. A következő probléma az, hogy azok a uniós pályázatok, amiken az önkormányzat indult, és erről lesz egy külön előterjesztés, tehát azzal szembesülünk, hogy a projektek többségéhez, a 100%-os támogatású pályázatokhoz, ami elvben 100%-os volt, tehát nem kívánt önkormányzati önerőt, 25-30%-okat hozzá kell tenni, ami egy-egy projekt esetében 50-60-70 millió forintot jelent. Ami, most nem tudom a párhuzamosságokat, most az a 300 millió forint lebeg a szemem előtt, amit a Városrészségfejlesztő Kft. Ügyvezetője prognosztizált. Ennek a 300 millió forintnak sincs meg a költségvetésben a fedezete, nincs is betervezve. Itt vélhetően, ha nem akarjuk visszaadni a pályázatot, aminek azért hát súlyos következményei lennének, mert ezekre a projektekre már az előkészítés kapcsán már történt pénzköltés, úgymond. Tehát hitelt kell feltehetően fölvenni, ez is nehezíti a költségvetést. Tehát nem lesz könnyű helyzetben ez a képviselőtestület ennél a költségvetésnek az elfogadásánál. Én bízom abban, hogy az a fajta konszenzus, ami mellett megalkottuk az eddigi években a költségvetést, az most is működni fog, de valószínű, hogy többször le kell majd ülnünk egymással. Hát az alapján, amit dr. Vég Attila elmondott, úgy tűnik, mintha bizonytalan lábakon állna az idei költségvetése Gyöngyösvárosnak. Ez így van, alpolgármester úr? Gyakorlatilag ugye elkezdődött a költségvetési koncepcióval a költségvetésnek a felvezetése tavaly évben, és ahogy frakcióvezető úr is elmondta, hogy nem köszön vissza az, amit akkor ott döntött a testület benne, már pedig arról döntött, hogy mindenképpen prioritást kell élvezzen egy képviselői keret, amit én azt mondom, hogy inkább frakció keret, tehát amit eddig jól megszokott a képviselő testület, mert ez alapján is ez mentén szavazta meg folyamatosan 4 évig ugye a költségvetést. Ez egy jó bevált, azt gondolom, hogy mindenkinek lehetősége van saját körzetében, vagy a saját frakciójában olyan fejlesztésekre javaslatot tenni, amire most ezek szerint nem tud. Mert hogyha nincs benne, akkor nyilvánvalóan azok a pénzekkel kell nekünk manipulálni, amik gyakorlatilag 290 millió forintos hiánnyal, szóval így ebből semmiképpen hát nem fogadható el. Nagyon jó rendszer az, amit ugye kialakítottunk, hogy egy ilyen informális testületi ülésen mi összeülünk, és ott átbeszéljük azt, hogy ugye mit lehet tenni a költségvetése, honnan tudjunk lefaragni 290 millió forintot. Plusz még mondjuk esetleg, hogyha képviselői kereteket szeretnénk, vagy frakciókereteket még beleépíteni, az ugye az nem 290, hanem már lehet, hogy 380. Ugye pont ma volt vezető értekezletünk, és javasoltam, és el is fogadták, hogy ott lesznek a cégvezetőink is, akik majd szépen egyenként bejönnek, és megnézzük a cégeket is, hogy hogyan tudunk a saját cégünknél lefaragni, mert ott van az a legnagyobb luft benne a költségvetésben, hogy gyakorlatilag egy cégnél van, amelyiknél 60 millió forinttal többet kér, mint amit egyébként tavaly kapott. Nyilván ebben vannak bérfejlesztések, vannak egyéb fejlesztési dolgok, fejlesztési részek, de akkor is azt mondom, hogy a cégeket meg kell nyilatkoztatni, hogy egyébként pedig egy fűnyíró elvnél vagy egy kimondott összegnél tudják-e vállalni a költségvetést így ilyen módon, tehát elfogadható lesz-e a cégnek, vagy azt mondja, hogy dolgozzuk át. Tehát ebből is egy ütemet megspórolunk, hiszen ha az első forduló előtt kezdünk el ebben levonogatni, illetve ezen az információ, és nem tájékoztatjuk a cégeket, akkor az megint borítja az egészet, tehát egy újra tárgyalási folyamat kell. Én azt gondolom, hogy van benne a cégeknél akkor a tartalék, hogy azért tudjunk lejjebb venni. És akkor egy-két dolgot azért hogy mondjuk, hogy a kedves nézők is értsék, hogy milyen pénzekkel kell dolgoznunk. Amúgy pedig a költségvetésben a összes tavaly megjelent tétel az gyakorlatilag majdhogy nem ugyanannyival szerepel, sőt még meg van fejelve jó pár millió forinttal.
És akkor visszatérek a cégekre, a cégeknél ugye az is probléma, hogy rengeteg, mondjuk egy portfóliónál egy 250-260 millió forintos tételnél azért egy nagy, elég nagy tételt jelent ugye a adósságszolgáltatót keltező ügyletek, amelyeket nekünk fizetni kell, amiket folyamatosan ugye törlesztő részleteket még 2027-ig a cégnek fizetni kell. Ez 100 milliós nagyságrendű például. Ugye ezek összességében ilyen kb. 200 millió, amivel nekünk azonnal kell számolni, nem is gondolkodhatunk másképpen, tehát ezt a cégtől nem vehetjük, nem mondok, hogy nyullával dolgozzál, és akkor majd valahogyan lesz a következő év. Illetve ez az év. Nagyon sok, ja igen, és nem beszéltünk arról, amiről már folyamatosan beszélünk, hogy nem is lenne probléma, hogyha mindig a tavalyi év betervezett költségvetését vinnénk előre. Az a probléma, hogy mikor összeállítjuk a költségvetést, meg nem látjuk azokat a számokat, amik egyébként abban az évben teljesültek. Tehát ugye évelején beírunk 6 millió forint faültetés, galamb állomány létkítása egyéb. Azt se tudjuk, hogy felhasználtunk-e belőle, de nyilvánvalóan jövő évre ugyanezt megtesszük, ami egyébként olyan folyamatos visszatérő feladat, ami egyébként egy város életébe kell és szükséges. Tehát nem látunk olyat, hogy honnan tudjunk meghúzni, hát ide elég 500 000, hát úgyse használtátok fel, akkor még kevesebb legyen. Tehát erről is kell egy tájékoztatás, és ez is ott majd ezen a csütörtöki ülésen úgy gondolom, hogy létrejön. Úgyhogy mondom, egy-két számot hagyd mondjak a kedves nézőknek, hogy például 85 millió forintot költünk helyi járatközlekedésre. Tehát amit egyébként folyamatosan beszélünk, folyamatosan mondjuk, hogy valamit kellene vele tegyünk, de nem tudunk úgy hozzányúlni, hogy akkor a képviselő testület húzgálja lefelé a helyi járat számokat, mert mindig jelentkezik egyfajta igény. Pontosabban tavaly már volt egy igen. És végeredményeknek azt mondjam, ez csak egyébként kiemeltem ezt a sor, de rengeteg olyan van benne, amivel nem tudunk mit kezdeni. 25 millió forint például a Természettudományi Múzeumnak a átadott összeg, amely az őrzéssel. Nem tudom, hogy tárgyalunk-e velük, vagy tudunk-e tárgyalni velük, hogy azért ez jó lenne, hogyha kevesebb volna, hiszen azért nem biztos, hogy ezt a feladatot nekünk kellene teljes mértékben bevállalni. Nyilvánvalóan nekik is van részük, de az arányokat nem látjuk. Egyébként most ez a nulladik anyag, ez tartalmaz egy 50 millió forint általános tartalékot, ami azt gondolom, hogy ebben, ahogy képviselő is elmondta, hogy az Európai Uniós pályázatok kiegészítő összegeivel egy forint nem látszik. Tehát ez megint egy olyan költségnövelő tényező, amivel nem tudunk számolni gyakorlatilag. És ugye látható egyébként, hogy ez a 300 millió, az nem 300 lesz, amit ahogy a város térségfejlesztő vezetői letettek nekünk, hiszen az még ezen jóval több lesz. És akkor majd beszél, még szerintem vissza fogunk térni rá, ugyanígy a költségvetésre egy körbe, azt gondolom, átadom a szót. Kis Tivadar nagy figyelemmel hallgatta a kollégákat. Mi a novum, mi az új, amit még hozzá tud tenni? Igen, ez egy munkaanyag, ami előttünk van, és tényleg nagy problémánk, hogy bevételi oldalon is erős csökkenés tapasztalat úgy nagy adózónk ment el, és ugyanakkor kiadási oldalon éppen ma tárgyalt a bizottságom a cégeinknek a előzetes egyeztetését a üzleti tervekről, és hát nekik kötelezettségük van, ugye minimál béremelés mindenképpen végre kell, hogy hajtsák, ugyanakkor nem keletkezhet a dolgozók között bérfeszültség, tehát akiket elért a minimálbér, azoknak még egy picivel többet kéne emelni, hogy ugye meglegyen az a szint, amit a többiekhez képest, amit korábban kaptak, és ez is okozza azt a 300 millió forintos forráshiányt, ami jelenleg van. Én a uniós pályázatokkal kapcsolatban úgy gondolom, hogy központi forrásra is számíthatunk még. Ugye 15-30%-os szinten igényelhetünk még forrásokat, és ha valószínű, hogy ez be fog jönni és csökkenni fog ez a szintű terhelése a költségvetésnek, de tényleg így van, hogy ha ezt mind összeadjuk, akkor már 600 millió forint körül járunk, és ha a frakciók tényleg ragaszkodnak ahhoz a fejlesztési kerethez, ami korábban is volt a költségvetésekben, és ha csak 10 millió forintról beszélek mandátumonként, akkor ez egy 150 millió forintos szint, ami egy picit érdekes számomra, mert ugye egy kicsit a körzeti érdekeket helyezi a város érdek elé, ami nem mindig tanácsos dolog. Nekem szívfájdalom, hogy a jelenlegi munkaanyagból hiányzik például a temetők fejlesztése, amikre már nagyon kellene költenünk, és
több 10 millió forintot mondjuk a temetők kerítéseire, ugyanakkor közvilágítás, minimális közvilágításra a temetőkben, illetve ami szintén számomra is érdekes, hogy a polgármester úr is mondta, hogy volt egy koncepció, amiben befogadásra került a Fidesz frakció 3 sor javaslata, ugye fa ültetés, fa telepítés, ugyanakkor állatvédelmi sor kialakítása, és ez mind nincs benne ebbe a munkaanyagba. Tehát mi ehhez fogunk ragaszkodni továbbra is, hogy ezek a sorok jöjjenek létre, ami biztos, hogy frakciónk hitelfelvételt nem fog támogatni, tehát én nem terhelném tovább a következő testületek mozgásterét, éppen elég problémás ez a 300 millió forintos fejlesztési hitel, amit nemrég vettünk föl. A másik 300 millió forint, ugye, ami a ledes lámpák, vagy a ledes világítás cserére, az ugye az elvileg kitermeli önmagát, ha időben megkezdjük a beruházást, mert most még mindig ott tartunk, hogy talán döntés született az ügyben. Mondom, hiányoznak sorok, és már így is nagyon terhelt a költségvetés, tehát elég kemény munka lesz ezt úgy átdolgozni, hogy nullás legyen. Közben dr. Vég Attila jegyzetel, akkor át is adom a szót. Köszönöm szépen. Elég sok mindent felírogattam, pici átfedések lesznek, vagy magyarázatok. Tehát a költségvetési koncepciónál én is felhívtam a figyelmet, szerepelt is az anyagba, mivel az egy vakon tervezünk. Számok nélkül, tehát fogalmunk nincs, hogy milyen lehetőségeink vannak, hogy ami a költségvetési koncepcióban szerepel, az nem feltétlenül fog szerepelni a költségvetésbe. Itt alpolgármester úr említette, és ez való igaz, hogy megszavaztunk, és összegszerűségben is megszavaztunk, ha jól nem, talán összegszerűségben nem szavaztunk meg, de azért valóban egy 150 millió forint környékén gondolt a testület, még ha ki sem mondta, hogy annyi fejlesztési keret lesz, feltehetően ennyi nem lesz, mert nem bírja el a költségvetés, de valamennyinek lennie kell, mert én úgy fogalmaznék, mint körzetképviselő, hogy a város érdek mellett a körzeteknek az érdeke. Tehát ez a rendszer azért volt jó, mert mindig is nagyon sok városi fejlesztés történt, ilyen összvárosi szinten, amiből az egyes körzetek nem feltétlenül részesedtek, még arányaiba sem. És ezek az összegek azért kellenek, ezek az alapvető élhetőséget javítják. Itt nem kell nagy dolgokra gondolni, amikor 20 millió forintos kerete volt egy képviselőnek, és tudott új parkolóhelyeket létesíteni, játszóeszközöket beszerezni, a körzetnek az út, a járdáit, útjait, hát arra nem igazán volt pénz, de járdafelújításokat, meg sok apró, bosszantó dolgot próbáltunk ezekből az összegekből elhárítani. A polgármester úr említette a társaságaink helyzetét, tehát való igaz, hogy a 3 társaságra, ahol úgymond költséges önkormányzati támogatást adunk, a Sportfolio Kft., a Gyöngyösi Városi Televízió, illetőleg most már a Kulturális Nonprofit Kft., plusz 100 millió forintos többlettámogatási igény érkezett. Tehát tényleg meg kell vizsgálnunk majd ennek a többletigénynek a belső tartalmát, és az is igaz, hogy 19%-os bérfejlesztésre tettek javaslatot a társaságok, sőt, még a nem önkormányzati támogatással működő, de önkormányzat megrendeléseiből gazdálkodó, vagy főleg abból gazdálkodó városgondozási ZRT, bár ott még a távfő is ott van, tehát ezt sem lehet kimondani. Tehát itt is majd koncepcionálisan az első fordulóban el kell dönteni a testületnek, hogy mennyiben biztos, hogy kell bérfejlesztés, ez tény. Nagyon alacsony a fizetések, akár itt helyben a tévénél, tehát nagyon nagy a konkurenciának az elszívó ereje, és nagyon fontos a munkaerőnek a megtartása. A munkaerőt meg úgy tudjuk megtartani, hogyha viszonylag normális, vagy normálisabb fizetést adunk, mint amit eddig, de azt nem tudom, hogy 19% lesz-e, mert itt 1-2% is
sokat javíthat az önkormányzat költségvetésén. A 84 millió forintot említette úgy szintén alpolgármester úr a tömegközlekedést, ez nekem szívfájdalmam, tehát én teljesen értelmetlennek tartom, mai napig is, azt a fajta kapkodást, hogy négyszer vagy ötször nyúltunk hozzá a menetrendhez, ötször okozva érdeksérelmet, és gyakorlatilag egy fillért nem spóroltunk, illetve nem tudjuk, hogy mennyi lett volna, ez lehet, hogy 100 millió lett volna, de én úgy gondolom, hogy nem feltétlenül érte meg a befektetett munkát, a konfliktusokat, ez a 10 millió forint nyereség, mert többet fogunk költeni, mint amennyit tavaly költöttünk, és ez nagyon, nagyon nagy összeg. Az adóbevétel kiesést említette Kis Tivadar frakcióvezető úr, valóban, tehát ha most nézzük, hogy mínusz 290 millió forint hiány van, és az iparűzési adóbevétel olyan 210 millióval kevesebb van kalkulálva, tehát látszódik az, hogy hiányzik nekünk ez az elment vállalkozásnak a be nem fizetett adóbevétele. A 300 millió forint fejlesztési, tehát említette Tivadar, hogy hitelfelvételt nem támogat. Akkor kérdezem én, amit az előbb mondtam, hogyan fogjuk finanszírozni azokat a 40-50-60 millió forintokat, amiket még a topos pályázatokba bele kell tenni, mert ha nem tesszük bele, akkor vissza kell adnunk a pénzt, meg ki kell fizetnünk azokat a költségeket, amit eddig költöttek rá. Tehát véleményem szerint nem fogja a testület megúszni hitelfelvétel nélkül. Ha tetszik, ha nem, mert egyébként finanszírozhatatlanná válik. Valóban kértünk többlettámogatást a műfáz energetikai fejlesztésére, de az a hozzáadott pénznek a, most nem tudom, említetted, hogy hány százalék, tehát az egy töredékét kapjuk vissza, ha visszakapjuk, nincs hír róla, hogy befogadták, nem fogadták, kapunk vissza, nem kapunk vissza. Hát kérdés, az felmerült bennem is most, hogy hallgattam dr. Vég Attilát és Kévés Tamás alpolgármester úrnak is biztos megvannak még az ötletei, gondolatai, de én egy valamire konkrétan rákérdeznék, a kulturális non-profit Kft. Esetében valami mutatkozik? Tehát olcsóbb lesz a működtetése ennek a Kft.-nek, mint korábban a Mátra Művelődési Központnak? Vagy van valami fajta út, amin elindultak? Ez megint egy érdekes kérdés, és akkor menjünk vissza ne csak a non-profit Kft.-ig, hanem akkor, amikor szétvált a könyvtár és a közművelődési intézmény. Nekünk azt mondták, hogy ez egy jó megoldás lesz, valószínű, hogy többet biztos, hogy nem fog kerülni, maximum ugyanennyi, de jobban fog működni. Hát kiderült most azért látni a számokat, hogy már többbe kerül a könyvtárnak a működtetése. Egyébként most a számok alapján, de át kell nézni minden sort, mert teljesen máshova voltak azért struktúrával a pénzeszköz átadása, mikor ugye a közművelődési intézmény volt, így meg egybe kapja meg tulajdonképpen a non-profit Kft., de közel ugyanolyan összeggel fog, de én azt merem satszolni, hogy lehet, hogy többel fog működni. Mint intézményként, így van. Tehát egy cég alakítás az mindig problémát jelent, és megmondom, hogy mi a legnagyobb probléma. Az, hogy amikor megalakítunk egy céget, akkor gyakorlatilag megválasztunk egy ügyvezetőigazgatót, és az összes olyan dolgot rábízzuk, ami egyébként a cég működtetésével összefüggésben van. Tehát kit vesz föl? Hogyan működteti? Nagyon nehéz beleszólni, amikor intézmény volt, sokkal egyszerűbb volt, mert költségvetési sornál tudtunk lehúzgálni, hozzárakni. Nagyon, én nem látom, hogy nem is támogattam egyébként ennek az átalakítását. Hát egy perc van még az első rész műsor idejéből, de én úgy sejtem, hogy a második részben is folytatjuk. Hát azt javaslom, hogy akkor nagyon röviden Kis Tivadar még mondjon egy-két olyan gondolatot, amely nagyon fontos számára, és akkor utána folytatni fogjuk. Itt szóba került a non-profit Kft., tehát úgy gondolom, hogy egy átszervezés, egy új cég megalakulása, egy intézmény átszervezése mindig plusz költséggel jár, és a
megtakarítások később jelentkeznek, ráadásul ugye non-profit KFT-ről beszélünk, tehát ami bekerül a rendszerbe plusz pénz, azt elvileg el is fogják költeni olyan rendezvényekre, amikkel majd a város fog gazdagodni. Tehát mindenképpen hosszabb távon nézve pluszt kell, hogy hozzon ez a dolog, illetve hát az ügyvezető egyszemélyi felelős. Tehát én nem is mindig tartom ezt jónak, hogyha a testület bele-bele szól egy cég vezetésébe. Van az ügyvezetőnek felelőssége, és ő tudja, hogy milyen irányba viszi a céget. Hát akkor itt most nem fejezzük be, hanem csak abba hagyjuk, és folytatni fogjuk a második részben a költségvetési témát.